vár, de azonnal menj tovább, hisz az óra körbe jár, és még visszasírhatsz engem. Vár, gondold meg, hogy mit csinálsz, ha egy percig csendben válsz, akkor nem mondsz végső búcsú. Nem süllyedsz el, nem rohansz el, nem hiszed azt, hogy elmúlt. A hagyományos búcsú keretében zajlik a mai rendezvény. Hogyan alakul a mai program? Hát ugye a búcsú az minden évben a július hónapban kerül megtartásra a Mumorban is, és hát ennek az a ad különleges megkülönböztetést, mivel a város 35 éves, és hát ennek kapcsán a rendtévás önkormányzat úgy döntött, hogy nem csak a városban tart rendezvényeket, hanem a úgymond városi ünnepséget is színvonalában tartalma megemeli, így ennek a búcsúnak a minőségi változás abban rejlik, hogy ugye már délután meg volt a hagyományos szentmise, és délutáni programként ugye lesz egy kerékpárutavató, valamint fellép Mário a harmonikás, egy kis fagyosztás a gyerekeknek, egy kis csúszda a gyerekeknek, valamint fél ötkor kezdődik egy futballmeccs, és itt a lenti öregfiúk és a Mumorok játszanak egymás ellen. Számos útfelújítás zajlott a városban folyamatosan. Hogyan sikerült megvalósítani a Mumori kerékpárút felújítását? A Mumori kerékpárút felújítását kapcsolódik a útfelújítás, járdafelújítás programunkhoz, amelyet az önkormányzat ebben a ciklusban felvállalt. Az elmúlt év végén jó néhány önkormányzati kezelésben lévő utat és járdát sikerült felújítanunk, és elhatároztuk, hogy a Mumor és Lenti közötti, úgy gondolom, hogy legjobban használt kerékpárutat szeretnénk felújítani, és a felújítást olyan hamar, amennyire csak lehet elvégezni ebben az évben, úgyhogy az év első felére tevődött ez a felújítás. Március 17-én vette át a Zala Road Kft. Tiszai Norbert vezetésével a munkaterületet, és azóta folyamatosan végezték a munkálatokat. Ez az út, ez talán a legrégebbi kerékpárút, ami elkészült Lentiben. Több mint másfél kilométer hosszban végezték el a felújítást. Mindegyik szakaszban történt alépítmény megerősítés, szélesítése a pályának, hiszen kicsit keskeny is volt ez a kerékpárút a forgalomhoz. 1,80 m széles lett így a kerékpárút, ugye 40 cm széles patkát alakítottak ki, ahol szükség volt erre. Az utolsó szakaszban pedig a településen belül a kapubejárók is elkészültek, és itt is megtörtént a szükséges helyeken a csapadékvíz elvezető árkoknak a kikövezése és a kerékpárútnak a szegélyezése. Párhuzamosan a Városgazdálkodási Kft. Végezte el a lenti vár közelében levő hidak mellett található korlátoknak a felcsiszolását és felújítását, és május végére, június elejére el is készültek ezzel a munkával. Most adjuk át, de már korábban sikerült átadni a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ezután is szeretném megköszönni a lakosságnak a türelmét, megértését, amit a beruházás ideje alatt tanúsított, és reméljük, hogy sokáig tudják majd használni ezt a kerékpárutat erőben és egészségben, hiszen nem volt olcsó. A bruttó bekerülési értéke meghaladta a 25 millió forintot. Reméljük, hogy a beruházások sorát ebben az évben is folytathatjuk, majd hamarosan sor kerül a Zrínyi út, a Tompa Mihály út felújítására, amelyet ivóvízvezeték kiváltás után fogunk elvégeztetni, és a következő betervezett munkáinkat, amelyeket az év második részében szeretnénk megvalósítani, a többek között a hegyi utak felújítása, illetve a város különféle pontjain lévő önkormányzati utak felújítását is folytatni tudjuk majd.